szentségét való imáhátát, az ökumenikus imáhátát. Mivel Novához tartozik Barlahida község, ez a község egyben tárgyvágyás vallású, tehát katolikus, református és evangélikus. Mivel ökumenikus imahét van, ezért úgy gondoltuk a református és a zalegesszegi evangélikus lelkész, aki ellátja Barlahidát, az evangélikus hívőket, legyen egy katolikus templomban egy ökumenikus, egynapos istentisztelet, hogy imádkozzunk, hogy megvalósítsuk azt, amit maga Jézus is mondott, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor. Persze ez telesen azért nem biztos megvalósulni, de ez az ökumenizmussal elkezdődött valami közeledés, és azért jó együtt imádkozni, hiszen nem azt keressük, ami elválaszt bennünket, nem összetart, és ez Jézus Krisztusban egyek vagyunk.